Itt vannak már a stúdióban a Ferencváros és az Újpest vezérszurkolói. Hárman-hárman jöttek egyébként, és meglehetősen békések, legalábbis mostanáig azok voltak. Mielőtt találkozhatnak velük, azt javaslom, nézzük meg őket szombaton, az ő hétköznapjukon, tehát huligánok akcióban. Zöld és lila. Ez a két szín Magyarországon több évtizede üti egymást. Ultrák. Évente legalább kétszer, az őszi és a tavaszi fordulóban csatatérré változtatják az üllői és a megyeri utat. Májusban eddig sohasem látott rendőri készültség volt a Fradi pályánál. A balhé mégsem maradt el. Az idei visszavágó szeptember 19-én volt. Az eredmény itt is több milliós kár, rengeteg sérült és fél tucat előállítás. Hiába zárják el egymástól a két ősellenség szurkoló táborát, az ultrák mindig megvívják meccsüket. Az Újpest tegnap a Nyíregyházát fogadta. Az újpesti ultrák, vagyis a Káosz csoport tagjai közel 10 éve járnak már együtt a Megyeri úti stadionba. De ha nem a Fradi a vendég, akkor általában nem verekednek. Azt mondják, legyen bárki az ellenfél, az ellenség mindig a Fradi. Fradi út a szurkoló között nem lesz ennek vége soha. Addig, ameddig szombaton megcsinálja a balhét, elviszik szombaton, hétfőn megkapná a büntetést, fél évet vagy egy évet, akkor mindenki meggondolná, hogy mit csinál én is többek között. Addig én sem gondolom meg. Túl nagy nem is tudom, utálat, vagy nem tudom, hogy mondjam, a két tábor között. Tehát vannak, sok ellentét van már. Amit azt hiszem, hogy törleszteni való van az egyik félnek a másik iránt, úgyhogy nem hiszem, hogy ennek tulajdonképpen egy hamar vége lesz. Igen. Én utálom őket. De ők is utálnak minket, tehát ez nem tudom, ez egy olyan dolog, hogy utálja egymást a két tábor. A zöld szörnyek tegnap Zalaegerszegre indultak. A csaknem 100 fős kemény mag már délben vonatra szállt. Ezeknek a fiatal embereknek a többsége hétközben dolgozik, néhányan még tanulnak. Számukra jelen pillanatban csak egy valami számít, hogy kedvenceiket láthassák és balhézhassanak. Azt nem tudja elkapni soha, aki tényleg a balhét csinálja, ezt el kell ismerni. Mindig kikapnak egy-két izét balekot, akinek közel nincs az egészet, és azt büntetik, úgyhogy mi ezen csak röhögni tudunk. A ferencvárosi ultrák minden vidéki meccsen ott vannak. Ez évente egy főnek több mint 100 000 forintjába kerül. A zöld-fehér szurkolókat rendszerint vidéken is komoly rendőri felügyelettel fogadják, pedig tudva lévő, hogyha egy fradista egyenruhát lát, akkor elönti az Újpest elleni harag. Ősi ellentét ugye a régi meccsekről kezdődött, amikor az Újpest Fradikon összeverték a rendőrök a Fradi szurkolókat, mert ugye a belügyminisztérium csapata volt az Újpest, és hát akkor a rendőrök mindig brutálisak voltak, meg agresszívak egy ilyen meccsen, és ezt tudom a mai napig is, ugye, hogy egy rohamrendőr, mert van nekem is ilyen ismerősöm, azért megy ki tényleg egy meccsre, hogy ő is üthessen. Egy azonban már most biztos. Az ellentét a két tábor szurkolói szerint sosem fog megszűnni. Hát azt hiszem, most nyugodtan mondhatom, hogy ez egy csúcs találkozó. Itt mellettem Hipós Feri, ugye így ismer mindenki. Egyébként csak a nézőknek mondom, megállapodtunk, hogy tegeződni fogunk. Tehát így ismer mindenki téged az országban, aki ismer. Illetve Pintér Ferenc. Hipós Feri a Ferencváros vezérszurkolója, Pintér Ferenc pedig az Újpestét. Találkoztatok már egymással? Korábban? Hát úgy futólag, de úgy... A szószoros értelmében futólag? Igen, éppen csak összefutottunk. És ki futott inkább? Hát mikor, hogy hát valamikor így össze, aztán szanaszét. Hát erre most így nem térnek ki. De komolyan kérdezem, te találkoztatok már ilyen utcai csatában? Igen, pont most épp mesélte fel, hogy ott volt egy ilyen névleges vereségemnél. De hát, de már azt hiszem, hogy volt fordítva is. Én is ott tudom, hogy kikapott. Hát ezt mondtam én most, úgyhogy voltam én évedelmes, én azzal jöttem erre. Igen. Ti személyesen milyen viszonyban vagytok egymással? Semmi extra. Meccsen találkozunk kész. Kétszer egy évben. Nagyon ostobának hangzik a kérdés, mégis megkérdezem, mert biztos érteni fogjátok. Amikor a meccsen meglátjátok egymást, akkor mit éreztek egymás iránt? Hát, hiszterikus imádatot nem, szóval az biztos. Hát mit, semmi, gyűlöletet. Egyértelmű. És most itt? Hát itt most semmi. Itt semmi? Te sem? Nagyon szimpatikus kis fiú egyébként. És ez a kis betegsége neki, ez a lila fehér, ez az egy baja van. És ez egy évben kétszer nem elnézendő. A többi napon nem érdekes. De több csoport van Újpesten, nem? Van. Huligán egy, a Káosz. A többi ultra csoport.
A huligán és az ultra az nem ugyanaz? Nem. Mi a különbség? Hát a ultrák azok szurkolnak, azok azért jönnek ki, hogy a csapatot bűzdítsák, mint a huligánok is szeretik a csapatot, szóval ez ugyanúgy. De a huligánok miért mennek ki? Hát hogy mire verekedni. Politikával foglalkoztok? Nem. Mert a meccsen néha olyan verseket, szövegeket lehet hallani, amiből az következik, hogy igen. Ez az ultra. Különböző fasiszta dalokat lehet hallani. A kérdésem az volt, hogy ti vállaljátok-e a közösséget ezekkel a szövegekkel? Nem feltétlenül. Nem. Nem, most nincs. Nem vagyok semmilyen nagyon szélsőséges, jobboldali beállítottságú fiatalember, úgyhogy nem. És nálunk se ilyen csoport, ami kimondottam, ilyen lenne. Láttam, hogy találkoztál Tordján Józseffel. Miben maradtál? Igen. Miben állapodtatok meg? Hát berendeltem 2 zsák búzát nála. Viszont nem, mert végül is a Ferencvárosról beszéltünk. Kérte, hogy próbáljunk mindenféle segítséget nyújtani abba, hogy a huliganizmus visszaszoruljon. Na de hát egy huligántól ezt kéri? Hát azért itt már fordult a világ. Hát a legjobb pandurból lesz azért, vagy hogy van ez? De végén rendőrök lesz? Hát az biztos, hogy nem, de viszont mindenképpen próbáljuk tényleg a pályákon azért a rendet. Hogy a végén, tehát az a cél, hogy ti tartsátok fenn a rendet a pályán? Hát legalábbis a pályán feltétlenül. Aztán, hogy pályán kívül esetleg egy-két lilával összecsapdosunk, hát az már legyen a mi dolgunk, a mi titkos dolgunk, de az, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő a pályán és közvetlen környékén. Nincs olyan érzésetek, hogy a rendőrök mindig pontosan tudják, hogy mi fog történni? Csak néha nem akarnak közbe lépni? Nem. Nem? Nem, ők mindig azt hiszik, hogy mindent tudnak, de azért mégse. Szerinted se? Hát nagyon, hogy mondjam, tudnak a rendőrök sok mindent, de ha akarunk verekedni, akkor tudunk verekedni egymással. Ha nem akarunk, nem verekszünk. És van, akkor miért nem akartok? Hát nem mondtam, hogy nem akarunk. Hát nem tudom. Na mindegy, igen. Sokan felfedezni vélnek mindkét táborban az alvilágból ismert fiatal embereket. Nem így van? Nálunk nincsen. És a Fradinál van? Ha honnan lenne? Mondja meg a Feri. De te mit gondolsz? Akad. Akad? Kik? Kik vagy honnan? Nem, akad. Ez teljesen értetlen nálok a dolog előtt. Mennyi pénzért mondanád ki azt, hogy hajrá Fradi? Mondjuk azt mondom, hogy itt van 10 millió forint. Itt most minden. És hazudja. Hát az ő 10 gurigáért már az ember csak kimondja. Utána ott van egy fogmosás, meg így. Ezt lehet. Hát, na? Ne hagyjuk ezt. Van itt egy negyedik úr is, vagy harmadik úr is, Szilágyi György, a Szurkolói Koordinációs Iroda elnök. Elnézést, hogy mostanáig nem kérdezte meg a véleményedet. Végül is a te dolgod az volna, mert ugye az MLS-nek dolgozol ilyen értelemben, az volna, hogy ez a két fiatalember ne találkozzon a meccseken, ugye? Hogyha azt a szeretetet, amit a szurkolók a labdarúgás felé kinyilvánítanak, annak csak a negyedét szeretetbe és megbecsülésbe visszakapnak a labdarúgástól, akkor változna a helyzet. Nagy divat ugye a nyugati példákat emlegetni, szóval azt is meg kell nézni, hogy nyugaton azért mennyire becsülnek meg egy szurkolót, milyen a kiszolgálása annak a szurkolónak, hogy foglalkoznak vele, mert ezek azért szervesen hozzájátszanak. Természetesen ahhoz a többi dologhoz, hogy milyen állapotban van egy-két stadion, milyen helyzetből lehet nézni. Általában ezek az emberek a legrosszabb helyeket kapják meg a stadionban, van egy-két stadion, ahol jobb formán látni nem lehet egy mérkőzést és hasonlók, szóval ezek azért szervesen hozzátartoznak. Ti most 3-3-an jöttetek, tehát harmad magatokkal. Fölálltok, innen kimentek, kezet fogtok, elváltok, és kösz. És a legközelebb a viszontlátás. Valószínű. Az mikor lesz? Remélem kupa meccsen, ja, megkapjuk tényleg a Fradit. Hát nem, mert kiestek, nem tudjuk. Nem tudom. Ha nem esik ki a Fradi. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Meg is köszönjük. Megkérdeztek.